Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor Lázs, és itt a Samsung Galaxy S8 Plus-szal vagyunk az uszodában. Mert vagyunk az uszodában, hát IP68 certifikálta van, amit az S7-nek is volt, mint egy csomó okosórának van, ami azt jelenti, hogy tényleg húzt is tudunk vele menni. Elvileg klóros vízben nem kéne, olyan, mint sós vízben nem, de én beszélgettem egy-kettő céggel, és elvileg, hogyha nem vagyunk sokat ilyen vízben, és lemossuk utána sima édesvízzel, ahol megengedett amúgy a használata egy fél órán át, 1,5 méter mélyen, akkor nem lesz túl nagy baja. Persze nem ajánlom nektek, hogy ezt minden nap kipróbáljátok, de a Balatonban mentek úszni, vagy egyszerűen otthon le akarjátok mosni, mert nagyon piszkos lett, vagy valami ilyesmi történt, akkor az simán működik. Csináltam egy víz alatt felvételt az első meg a hátsó kamerával is, úgyhogy nézzétek meg az S8 Plus-nak milyen a minősége ott. De most azt is meg tudom mutatni, hogy látjátok, ez egy működőképes telefon, ott meg tudom nyomni a hangomat, és akkor meg visszamegy, és ezt a vízbe rakom, és utána megint előveszem a vízből, akkor simán utána működik. Persze, hogy ügyelni kell, hogy ilyenkor nem lehet tölteni a készléket, hogyha kábelen akarjátok tölteni, vagy hangszórót akartok használni, vagy feladatcsatlakozót, ezt mind most meg kéne szállítani, és egy kicsit várni, de mivel van wireless charging benne, persze kábel nélkül fel tudjátok tölteni a Samsung Galaxy S8 Plus telefon. Közben összegez volt egy rövid demonstráció is, egy bemutatója annak, hogy tényleg hízhatlan a Samsung Galaxy S8 Plus. A szép felvételeket itt ki volt írva fent a sarokban, nézzétek meg majd online, és addig is köszönjétek, nem Gábor Lázs, meg egyszer legközelebb, és sziasztok!